Itt jöttem kifele ebből a teremből, és akkor ti már egy gyülekeztetek, és én elszaladtam mosdóba, és még hallottam, hogy valaki mondta, gyerekek, megjött már a Stól András. Úgyhogy nekem így indult ez a mai esti, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A nevetőizmok összerándultak, olykor görcsbe is feszültek az előadás alatt. A rossz fiúk, azaz Orosz György és Németh Kristóf szórakoztatták Tolnán a Magházban a nagy érdeműt. A népszerű színész két éve ugrott fejest a humor világába, hogy Orosz György oldalán kipróbálja magát. Én rajongója vagyok ennek a műfajnak, és egyébként én Orosz Gyuri rajongó voltam, és hát ez meg is maradt, szóval vagyok is. Úgyhogy én először nézője voltam Gyurinak, aztán lettem a tanítványa, és utána ebből lett egy közös est, Rossz fiúk címmel egy országos turnéra indultunk az idei esztendőben, úgyhogy azt remélem, hogy folyamatosan telik be a naptárunk, hogy több tucatnyi fellépésen leszünk majd túl az év végére. Mindenesetre gyakorlatilag a pandémia időszak hozta nekem az életembe ezt az újdonságot, és itt erősödött meg a Gyurival való barátságunk is. A pandémia előtt indult már, csak nyilván időnk nem volt új dolgokat megtanulni, tehát hogyha valaki azért az élvonalban, a fronton dolgozik a médiában, akkor nincs ideje új dolgokra, és hát Kristóf napi sorozatban, én naponta fellépésen a stand-up comedy-el kapcsolatban, és hát amikor megjött az első bezárás, akkor volt időnk arra, hogy ezt összecsiszoljuk, összedolgozzuk, és így alakult ki a műsor. Az, hogy mennyire vagyunk rossz fiúk, az szerintem pontosan az előadásból fog kiderülni. Én igyekszem picit mesélni a sorozatvilág, a televíziózás és a színház világának kulisszatitkairól, hogy mi történik ott, amiket nem látok feltétlenül a néző. És azok, akik már rossz fiúként, vagy éppen jó fiúként, hősként lépnek ki a színpadra, mit is csinálnak a magánéletükben, mit is csinálnak a színpadon kívül. És nagyon fontos ebben az egész műfajban szerintem az irónián túl maga az önirónia. Tehát nyilvánvalóan a mi rossz fiúságunk is valahol idézőjelbe van téve, és azt mutatjuk meg, hogy mi is hol vagyunk esendők, hogyan tudunk egymáson, mert saját magunkon jókat kacagni. Persze húzzuk is egymást Gyurival, de csak úgy, ahogy ezt két jó barát teszi. Mert igaziból akkor lehet viccelni a másikkal, hogyha az ember vele nevet és nem rajta. Amit itt hallottam a környéken, egy nő mondta a férfinak, hogy ha hozzám beszélsz, fogd be a pofát, és nem tudom, hogy itt ez jellemzője a... Igen. A vándorló szépkorúak baráti körének tagjai tucatnyian érkeztek az előadásra a felhőtlen szórakozás reményében. 3 percet meg lett a 31 fő, úgyhogy jöttünk, nagyon szeretik. Vannak olyan csoporttársak, szinte minden ilyen stand-upos előadások itt vannak, én is szeretem. A hatházit, az a kedvencem nekem, azt akarom megnézni. De most a Németh Kristófot és az Orosz Gyurit is most így meg fogom ismerni. Szórakozni jövünk, és én úgy gondolom, a mindennapi bezártság után el kell jönni egy kicsit, ki kell kapcsolódni. Egy kis humor, a társasága együtt legyünk, és gondolom, hogy bízom benne, hogy nagyon szép estét fogok együtt tölteni. Ja, az is, hogy nagyon jó páros, mert Kristóf ebben a rengeteg sorozatban, amiben szerepel, tehát miatta eljönnek a nézők, miatta meg jól szórakoznak. Hát ez egy ilyen nagyon... Hát engem nagyon ismernek a nézők, ezt tényleg igaz. Én Gyurival ellentétben egy országos sztár vagyok, és a minap is, pont tegnap egy fellépés után valaki utánam kiabált, hogy Viszlát, Subic úr, Viszlát, és akkor visszafordultam, és mondták, hogy na jó, tudjuk ám a rendes nevét is, Kertész Géza. Én is mindig, én is egyébként mindig vágytam erre, hogy olyan sztár lehessek, mint te, vagy Győzike, vagy Varga Irén, tehát hogy én ezt mindig nagyon vágytam rá, még nem érkezett el ez a pillanat. De ha sokat dolgozol és figyelsz, persze, akkor... Persze, eddig csak a tartalomra tudtam, tehát a külsőségekre nem volt időm. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk személyesen is. Szóvajoztunk együtt, középen Géza bácsi meg a... És akkor bejött egy fiatal kollega, aki aznap játszott először velünk, ő is főiskolás volt, és olyan tiszteletesen köszönt mindenkinek, hogy jött be a Zuhanyzóba, és középen áll Géza bácsi meg a körülött, és mondta, hogy szevasztok, sziasztok, szia, tisztelete!